Megszaporodtak a betörések Moholon. Igaz, ezt nem egy hivatalos statisztika állítja, hanem a lakosság, hiszen napról napra hallani, hogy betörtek valakihez. A lakosok félnek, főleg az idős, egyedülálló személyek, általában őket figyelik meg és szemelik ki a betörők. Félünk este, és akkor már az ajtókat is úgy belülről egy mi a fenébe feszítsük, hogyha nyit, de aki be akar, az úgy is bejön. A lakosság a rendőrségtől várja a megoldást. És most is kettőt kiraboltak a múlt héten itt Moholon. Két házat is. Hol vannak a rendőrök? Kérdezem én magukat. Hol vannak? A helyiek szerint sejteni lehet a tettesek kilétét, bizonyítékok hiányában azonban nem történik semmi. Széchenyi Erzsébethez két éve törtek be, de azóta sem kerültek meg a tettesek. Az ég világon semmi. Azóta se nem kerestek, se semmi. Annyi, hogy én bementem, érdeklődtem, és azt mondták, hogy van, hogy nagyon erőszakos vagyok. Az esetek hasonlósága arra enged következtetni, hogy a betöréseket ugyanazok a személyek követik el. A legújabb eset Vörös Idánál történt, a lakást felforgatták, elvitték az aranyat, a pénzt és a személyes iratokat. Lenyomtak a rekamírra, és még egy párnát rám tettek, azt meg a fejemre, és elkezdtek üvölteni, hogy csönd legyen, hallgassak. Tehát olyan nagyon nem tudtam kajbálni, mert számom párna, fejemén párna, tehát én olyan nagyon sokat nem tudtam tenni. Az áldozatok elmondták, hogy az elkövetők fiatalok és segítőik is akadnak, akik előtte körülnéznek a kiszemelt személy portáján. A helyiek a rendőrség segítségében bíznak, illetve abban, hogy mi hamarabb sikerül orvosolni a problémát, és javulhat a közbiztonság Moholon.